Előbb felfüggesztették, majd be is zárták a Shanghai Composite Index kereskedését ma reggel. Az új szabályozás szerint, hogyha 5%-ot esik az index, akkor 15 perces szünet következik, 7%-os esésnél pedig hazamehetnek aznapra a befektetők. Igazából a makroadat, ami érkezett, is elkezdődött rá az esés, nem volt olyan drámai, mint ahogyan a árfolyam reakcióból látszott. Körülbelül 10 hónapja a KX-en beszerzési Management Index már esik, de igazából a probléma az volt, hogy emelkedésre számítottak a befektetők. Ennek megfelelően negatív a hangulat, mert Európában 2% körüli mínuszban nyithatunk. Ugyanakkor az olajárfolyama 2%-ot emelkedett, miután a szaudi és az iráni feszültség most hétfő reggel is tovább eszkalálódni látszik. Ez pozitív hatással lehet ugyan a MOL árfolyamára, de a negatív hangulatban nem számítunk emelkedésre. Egy kisebb jó hír érkezett a Richter házatájáról is. Beadták az Európai Törzskönyvi Hivatalnak az Eli Lilly csontritkolás elleni készítményének egyik bioszimiláris másolatának törzskönyvi kérelmét. Ez azért nagyon fontos a Richter számára, mert a Vraylar, illetve a Cariprazin mellett a bioszimiláris termékek képezik a portfólió harmadik legfontosabb részét. 2020-tól ez lehet az egyik zászlós hajó.